multinacionális cég valakivel felbontja, történetesen Kovács Ákos zenésszel a szponzor szerződését azért, mert Kovács Ákos zenész gyakorlatilag ugyanazt a mondatot elmondja, amit te elmondtál. Itt a kiváló lehetőség a nemzeti érdekű vállalkozói középosztály számára, hogyha nem is egy az egybe, nem volt ez egy akkora összeg, hogy ne tudná akár egy valamire való tehetősebb magyar vállalkozó kiváltani ezt a szponzor szerződést, de akkor álljanak össze 5-10, és mondják azt demonstratíve, álljanak egy sajtótájékoztatón, hogy köszönjük az eddigi támogatását a művész úr nevében ennek a cégnek, de mi meg azzal nem értünk egyet, hogy valakinek a véleménye okán retorzióban legyen része, és miután mi ugyanúgy gondolkodunk, mint azok, akik azt gondolják, hogy a családnál nincsen fontosabb, és a női szerep legmagasabb rendű megvalósulása mégiscsak a gyermekszülés, akár tetszik ez, akár nem, akkor mi ezt támogatjuk, hogy mi kötünk vele szponzorációs szerződést. Ezt miért is ne lehetne megtenni? Ez a második ember Magyarországon. Kövér László. Meg muszáj nekünk a Bajer Zsoltot nézni? Én nagyon rég, nem Bajer Zsolt, nem. Én Kövért nagyon régóta ismerem, de tényleg a kezdetektől. Gratulálhatunk? Nem, ő ilyen. Nem gondolja végig, hogy mit mond. Ami jön, az azt mondja. Ami szívén, az a száján. Időként irtozatos dolgokat mond, de messze fölött a Ákósának. Tehát azért ezt azért úgy jegyezzem meg. Érdekes ez a magyar szellemiségű, vagy milyen vállalatoknak kell? Nemzeti szellemiségű vállalkozó. Én ezen gondolkoztam, ezen a kategórián, hogy ez mit jelent, vagy mit jelenthet az ő esetében, vagy mit ért ez alatt, hogy nemzeti szellemiségű vállalat, hogy ez annak milyennek kell lenni? Tehát, hogy ő az mit jelent? Milyen a szellemisége? Olyasmi például, mint a külföldi magyar intézetek. 10 millió fölött körüli összegét Rómában és egyébként. Nem erre gondolok, hanem hogy ez a szellemiség. Most az anyagiakat félretéve, olyan, tehát az a szellemiség. Hát ne idegen azért, szívű azért legyen. Még az egészen, ez egy új kategória, az ilyen eddig még nem volt szerintem. De így, ilyen formában, kimondom, az lehet, hogy kicsit furcsa, de ha belegondolunk, egészen nagy multicégeknél sokszor megjelenik az, hogy ők milyen országban vannak, és ez része az ő identitás. Az egy másik történet szerintem. Lehet, tehát például az IKEA-nak a svédsége, meg ilyen vállalatoknál, ez része sok esetben az ő működésüknek, az imázsuknak. Egyébként az egész történet az elképesztő, de a telekomos döntéstől kezdve a kormányzati reakcióig, aztán, hogy ezzel még mindig foglalkozik egy politikus, hogy kinek, hogyan támogasson. Hogy áll a nemzeti szellemével? Én nekem az van, csak az én problémám, hogy én azt gondolom, hogy egy normálisan működő demokráciában nekem senki sem mondja meg azt, hogy én kit támogatok és kit nem. Tehát ez egyszerűen azon múlik, hogy... Hát a magánember persze. Na de elnézést, az ez... Ákosnak a fehér sólyom BT-jének alig több mint 1,5 milliárdos a tartaléka. Hát... 50 millió hiányzik ahhoz, hogy... Ja, Istenem. De ne idegesítsen bocsánat, már, alig van több mint 1,5 milliárdja. Az ország egy legsikeresebb popsztáráról van szó. Kinek is? Mi van? Kinek is? Ki az a kis siker? Ha valaki réteg zenét nyom, hogyan hagyjuk ezt? Bocsánat, Ákos, mint üzleti vállalkozás, az egyik legsikeresebb. Most hadd mondjak valamit, az Ákos által művelt tevékenység abszolút professzionálisan van megcsinálva. Kitűnő szakember. Jó. Az, hogy tetszik-e az a műfaj, amit ő képvisel zeneileg, szövegkörnyezetileg, hát mentalitásilag. Szövegről ne beszéljünk, mert 50 az a hallgató dolga, azt én döntöm el, veszek rá jegyet, vagy nem veszek rá jegyet. Na de hogy jön ahhoz egy előírja? Nem az Ákosról van szó, hanem arról, hogy miért szólnak bele abba. Hát erről beszélek. Hogyan és miért számogat, vagy miért nem számogat. Azzal támogattam, hogy megvettem a jegyet, ha oda megyek. Semmi. És a Kövér Lászlónak meg pláne mi köze. De hát ezen a szinten kell megnyilvánulni egy ilyen ügyben? Hát ez egy képtelenség. Jó, akkor most a reklám, aztán folytatjuk.